Köszöntöm a kedves nézőt! Most a 11. alkalommal nagyon nehéz feladat előtt állunk, mert egy olyan helyzetben kell egy olyan témáról beszélnünk, ami tulajdonképpen nagyon távolinak tűnik, és úgy tűnik, hogy nem is kapcsolódik jelenlegi helyzetünkhöz, pedig nagyon sok szál fűzi a kettőt egybe. A koronavírus járványról van szó, ami bennünket nagyon nehéz feladatok elé állított, és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy valójában érdemes-e másról beszélni, mint erről a járványról, mint ami hírek hozzám eljutottak, megtárgyalni együtt, gondolkozni együtt, és arról is gondolkodni, hogy vajon mire számíthatunk a jövőben. De ahogy az előadást előkészítettem, arra a megállapításra jutottam, hogy itt tulajdonképpen azzal a témával, amivel mi foglalkozunk, nagyon szoros összefüggések vannak, és itt nem egy alkalom nyílik arra, hogy a kettő közötti folyamatosságot érzékeltessük, ami ahhoz segít bennünket hozzá, hogy a jelenlegi helyzetben kitartsunk és megőrizzük a reményt. Tehát először azt szeretném elmondani, hogy én az előző előadásokban kifejtett gondolatokat gondoltam tovább fűzni történelmi példákkal, tehát a globalizációról szerettem volna beszélni elsősorban, és a globalizációnak a kezdeti szakaszáról, hogy az hogy mutatkozik meg, hogy jelenik meg a magyar történelem nagy alakjai életében, illetve a mi tragikus hőseink életében, és kimondottan a bújaiak életében, mert hogy már ott is jelentkezik a globalizáció, egészen kezdeti csírájában, de tragikus sorsuk kialakulásában bizony nagy szerepe van. És aztán arra gondoltam, hogy mégiscsak a koronavírus járvánnyal kezdeném, hiszen ott van egy olyan összetevője ennek a helyzetnek, ami összeköti a bújaiak tragédiáját és a koronavírus járványt. Tehát engedjék meg, hogy először azt próbáljam fejtegetni az én szerint tudásommal, hogy én mit tudok erről a helyzetről, és milyen megállapításra jutottam. Nagyon sok olyan videót néztem meg, idegen nyelvű videót, és önök már tudják, hogy ezek nagy része francia nyelvű, amelyben a koronavírus franciaországi, illetve nyugat-európai helyzetéről van szó, mármint az emberek és az államok helyzetéről, és a következő információk és hírek jutottak el ezek alapján hozzám. Az egész helyzetet én úgy próbálom szemlélni, amilyen előzményeket a globalizáció kapcsán itt már tárgyaltunk, tehát az egész világra kiterjedő járvány hol jelenik meg először, az előző évtizedek politikájában, vagy egyéb fórumain. Tehát először ezeket idézném, és bocsássanak meg nekem, hogyha ismétléseket teszek, de ez nyilvánvaló szükséges. Tehát emlékezzünk arra, hogy végigvettük azoknak a politikusoknak a nyilatkozatait, akik itt a globális állam kiépítését szorgalmazták, például Paul Warburg nyilatkozatát, aki a
az amerikai szenátusban a következőt mondta, megcsináljuk a világkormányt, csak éppen az a kérdés, hogy az emberek hozzájárulásával, vagy az emberek ellenére. Aztán itt van volt a francia Sarkozy elnöknek a nyilatkozata, aki azt nyilatkozta, hogy a világkormány létrehozását senki, mondom még egyszer, senki meg nem akadályozhatja. És legutóbb egy ugyancsak francia politikusnak a nyilatkozatát hallottam, idézve egy előadásban, ez pedig Jacques Attali. Jacques Attaliról annyit kell tudnunk, hogy ez egy természetesen zsidó származású ember, Macron elnöknek a patrónusa. Jacques Attali volt az, aki az elnöki székig segítette a Macront, és többek között ez sem titok a francia médiában pedofil. És annak idején, amikor még a 60-as éveit nem érte meg, mármint Jacques Attali, akkor szorgalmazta a 60-on felüliek eutanáziáját. Most 70 felé közeledik, de most már nem szorgalmazza. Tehát ez a Jacques Attali nyilatkozta a következőt nemrég. Egy világjárvány megfékezéséhez szükség van felállítani a világkormányt. Tehát ezeket az előzményeket itt idéznem kellett ahhoz, hogy folyamatában lássuk az egész koronavírus mizériát. Letagadhatatlan, hogy nagyon kapóra jön maga a járvány. De hát mit tudunk mi arról, hogy honnan érkezett, hol keletkezett, mennyire súlyos, mennyire nem súlyos? Ezt csak a médiából tudhatjuk meg. És a médiából azt tudjuk, hogy Kínából érkezett, Kínában egy kutatólaboratóriumban kísérleteztek ki egy vírusfajtát, ezek a kísérletek már régebben folynak, és az sem mellékes természetesen, hogy milyen pénzen. Mert egy nyilatkozatból az is kiderül, hogy ilyen vírusfajták kikísérletezése amerikai pénzen folyik Kínában, Wuhan tartományban, de ebbe bele kapcsolódnak a nyugat-európai államok is. Éppen Plonkár professzor egyik előadásából derült ki, hogy az 2005-6-os évben adott a sajtó hírt arról, hogy éppen Kínában a francia állam pénzén kutató laboratóriumot fizetnek, illetve tartanak fenn. Tehát valóban igaz lehet az, hogy Kínában ilyen mérges vírusok kísérletezése folyik, természetesen az emberiség érdekében, természetesen humanitárius célokkal, és ez már régebben is megtörtént, de ennek semmiféle emberellenes célja nincsen. Tehát azt tudjuk a médiából, hogy Kínában ilyen laboratóriumok léteznek, valószínűleg máshol is léteznek, csak mi nem tudunk róla. És ezt a vírust, ezt egy szerencsétlenség folytán véletlenül valaki kihozta, valahogy kikerült, és tömeges megbetegedést okozott. És sajnos az a
helyzet, hogy ez a vírus a tüdőt támadja meg, tehát emberre is veszélyes, főleg az emberi tüdőre, amit össze tud roncsolni, és ennek a vírusnak a fertőzése következtében ugye tüdőgyulladás folytán nagyon sok ember meghalt. Csak hát itt megint van egy dilemma. Ugyancsak a francia előadásokból tudtam meg én azt, és aztán ez eljutott hozzám más forrásokból is, hogy hát bizony ott Wuhan tartományban valami amerikai katonai játékok is folytak éppen abban az időben, amikor ez a vírus kikerült onnan, és nagy a valószínűsége, hogy Amerika keze is benne van ebben a szerencsétlenségben. Hiszen Amerika és Kína között nem éppen jó a viszony. Azt is tudjuk, hogy Kína nagy ellenfele most gazdasági téren Amerikának, és hogy Amerikának bizony nagy adósságai vannak Kínával szemben. Tehát ez a tény is erősíti azt a gyanút, hogy bizony itt amerikai és az ő szövetségeseihez tartozó államoknak a keze is benne van a járvány elterjedésében, amit az is erősít, hogy az amerikai sajtó az bizony eléggé keményen bírálta Kínát azért a módszerért, ahogy ezt a járványt kezelte. Aztán kiderült, hogy elég sok hamisítást és álhírt használt fel az amerikai sajtó ahhoz, hogy Kínát felelőssé tegye a járvány elterjedésében. Tehát az, hogy mi történt Kínában, szögezzük le, mi nem tudjuk eldönteni, mert a sajtó értesüléseire vagyunk utalva, márpedig ez a sajtó nem mondható éppen erkölcsösnek és szavahihetőnek. De akkor nézzük a magyar forrásokat. Természetesen a magyar sajtóban a hivatalos álláspontnak megfelelően olyan nyilatkozatok hangzanak el, amelyek pánikkeltőek. Ezt kimondhatjuk kereken, hogy olyan pánikot akarnak kelteni különböző módszerekkel, média módszerekkel. Tehát például azzal, hogy minden reggel a halottak számának drasztikus emelkedésével kezdik a híradást, és nem a pontos statisztikai adatokat közlik, tehát hogy például ezek közül, a halottak közül ki az, aki igazán a vírus fertőzés következtében halt meg, hanem egyszerűen halottak számát közlik, minden másfajta információ nélkül. Ez így pánikkeltés, és ez így hazugság. Tehát érezhető, és minden józanul gondolkodó ember érzi, hiszen a gyakorlati életben, tehát a mindennapi életben mi nem tapasztaljuk azt a tömeges halálesetet, amit
érzékeltetni akar a sajtó, akármilyen módszerekkel, tehát külföldről bejátszott képekkel, aminek ugyancsak nem tudjuk a forrását ellenőrizni, és ugyancsak nem tudjuk megítélni, hogy ott, ha tragikus helyzetek alakultak ki, az minek következtében alakult ki. Tehát az érezhető, hogy valamilyen hátsó szándék a sajtó híreiben megjelenik. De hogyha a magyar nyelvű híradásokban minden egyértelmű lenne, tehát ha sok gyakorló orvost szólaltatnának meg, akik a hétköznapokban, az egészségügyi szolgálatban elmondanák, hogy mit tapasztalnak, és ha ezek egybeesnének ezekkel a híradásokkal, akkor mi sem szólnánk semmit. Csak hogy nem ez a helyzet. Csak hivatalos szakértők nyilatkoznak, és a gyakorlati életben dolgozó orvosok nem jelennek meg a médiában. Illetve megjelennek, de nem hivatalos oldalakon. És én ezekre szeretném felhívni a figyelmet, mert a gyanút ezekkel tették fel bennem is. Nyilatkozott egy bizonyos doktor, Tamási doktor, körülbelül egy héttel, 10 nappal ezelőtt, és Tamási doktornak az észrevételei felkerültek a YouTube-ra, és nagyon sokan látták. És ő felháborodottan beszélt arról, hogy szerinte mindazok az intézkedések és azok a híradások, amelyek megjelennek a magyar nyelvű sajtóban és médiában, azok nem lehetnek igazak, hiszen ő más tapasztal. És elmagyarázza, hogy hol vannak a hibák, illetve a csúsztatások. Tehát a statisztikákban. A statisztikában nem jelölték meg akkor még, hogy a fertőzöttek számához képest mennyi a haláleset. Tehát egyáltalán az arányokat nem jelölték meg, csak a halottak számát közölték. Ami így hazugság, tehát média hazugság. Sokfajta más hazugság is van ezekben a statisztikákban és híranyagokban. Tehát például az, hogy amikor a halottak számát közlik, akkor nem teszik mellé, hogy a múlt év és az előző évek hasonló időszakában mennyi volt az influenzában elhaltak száma. Mert hogyha csak egy számadatot közlünk, mint statisztikai adatot, az semmit nem mond. Az bármit jelenthet. A hazugság akkor kezdődik, amikor ehhez olyan kommentárt főzünk, ami félrevezető. És a külföldi statisztikákban ez a helyzet. Tamási doktor arra is felhívta a figyelmet, hogy az olaszországi képekben és iradásokban mi a csúsztatás. Tehát ugye itt a tüdő megbetegedéséről van szó, és azt nem tudja senki sem itt Magyarországon, hogy például Észak-Olaszországban az ott élő lakosságnak milyen az egészségi állapota. Tehát egy szennyezett légkörű helyen
egy tüdőt megtámadó vírus sokkal súlyosabb károsodásokat okoz, betegségeket okoz, mint másút. Másrészt az olaszországi híradások arról sem szóltak, hogy milyen korúak és milyen betegek azok, akik elhaltak a vírus okozta fertőzés következtében. Tehát ott is manipulálták a számokat, és ott is a pánikkeltés érdekében változtatták meg, illetve irányították az információkat. Van egy másik magyar orvos is, aki ugyanezekre hívja fel a figyelmet, ő pedig dr. Pócs Alfréd. Az előző interneten, YouTube-on megjelent dr. Tamási féle videót törölték. Ez is gyanús. És az a hír járja, hogy eljárást indítottak ellene, a doktor ellen, azért, mert elmondta a véleményét. Dr. Pócs Alfrédnak a videóját még nem törölték, de ismertessem azt, hogy ő mit mond. Talán azért nem törölték még, mert nem annyira élesen fogalmazott. Ő is túlzottnak tartja azt a pánikkeltést, és azokat az intézkedéseket, amelyeket nálunk is foganatosítottak. Természetesen ezek az intézkedések majd a későbbiekben kiderül, az Egészségügyi Világszervezet parancsára történtek. Tehát Pócs Alfréd azt mondja, hogy túlzottak ezek a félelmek, és a legnagyobb vétek olyan pánikot kelteni, amelynek a következtében sokkal több halálos áldozat fog keletkezni, mint hogyha helyén kezelnék a járványt. Tehát ő azt mondja, hogy itt érdekes módon Afrikának a lakossága, amelyik 20-40%-ban nagyon legyengült immunrendszerrel rendelkezik, étszerfertőzött, nincs haláleset. Indiában sincs haláleset. A webdoki oldalán pedig a következő információ jelent meg, mondja dr. Pócs Alfréd, Olaszországban kétféle statisztikát vezetnek. Tehát a nyilvánosságnak úgy közlik a halálos áldozatok számát, hogy nem tesznek különbséget a fertőzöttek, tehát a megfertőzöttek és a másféle halálos áldozatok között. Azaz az történik, hogy ha az elhaltak szervezetében kimutatják a vírust, a koronavírust, akkor azt az elhaltat már koronavírus halottnak tekintik. Még akkor is, hogyha például egy ablakon esett ki, és zúzódás következtében halt meg. Tehát hamisítják az adatokat. Felhozza dr. Pócs Alfréd, hogy Magyarországon az első koronavírus halottat, tulajdonképpen halála után diagnosztizálták csak, azaz nincs bizonyítva, hogy koronavírus halott, mert a kórházba érkezése előtt halt meg, tehát hihető halotti bizonyítványt nem tudtak
kiállítani. A média természetesen szurkai módon áll a dolgokhoz, és amit tőle várnak, azt közvetíti a nyilvánosságnak. Azt is állítja dr. Pulcs Alfréd, hogy ezzel a pánikkeltéssel sokkal több halálos áldozatot fognak Magyarországon is produkálni, főleg az idős emberek körében, akik sokkal érzékenyebbek, és a bezártságnak és a hamis híreknek hamarabb hisznek. A bezártságnak a következtében a hamis híreknek hamarabb hisznek, mint azok a fiatalabb korosztályúak, akik többféleképpen tudnak tájékozódni. Azt is állítja ez a gyakorló orvos, aki nem csak szaktanácsadó és lobbista, hanem a mindennapi életben tapasztalja a dolgokat, hogy ennek a vírusnak már rengeteg sok mutációja van, ő azt mondja, hogy már 700 is, és nem lehet tudni ennek következtében, hogy akinek a szervezetében kimutatják a vírust, hogy az most valóban a vírus áldozata, vagy pedig más betegségben halt meg, mondjuk rejtett betegségben. Felhozza példának a H1N1 egy statisztikákat, ahol ugyancsak már elkövették ezeket a bűnöket a sajtó által, hogy olyan halálos áldozatokat is oda soroltak, amelyeket nem oda kellett volna. Tehát a magyar orvosok közül azok, akik közvetlenül nem függnek a hivatalos szervektől, vannak, akik kimerik mondani, kimerik nyilvánítani kételjüket a hivatalos állásponttal szemben. És akkor most a koronavírustól egy kicsit eltérve, de még mindig ezen a témán tovább haladva, a sajtóra térjünk rá. Tehát arra, hogy milyen helyzetben vagyunk mi, egyszerű emberek, egy ilyen nehéz időszakban. Miért tudnak bennünket teljesen félrevezetni, ha éppen félre akarnának vezetni? Ugyanis a sajtónak teljesen ki vagyunk szolgáltatva. Azaz a médiának. Mert most már nem a nyomtatott írás, a könyvek és a napilapok tájékoztatnak bennünket, hanem főleg az elektromos média. Tehát a sajtó, a média nem független. Ezt le kell szögeznünk, mert a felállításához, a működtetéséhez nagyon nagy pénzekre van szükség. És azok, akik finanszírozzák ennek a felállítását és működését, azok nem éppen az erkölcs lovagjai. És akkor rátérnék ismét a francia médiában látott hírekre, a sajtó manipulációs módszereire. Megnéztem Michel Midi
oldalnak a egy-két videóját, ahol az egyik riporter a belga újságok szavahihetőségét próbálja elemezni. És megállapítja, hogy amikor ezek a belga újságok, tehát például a Le Soir nevű belga újság a kínai helyzetről tudósított, akkor súlyos hibákat vétett. Ugyanis a belga újság az amerikai sajtó híreit vette át, kritika nélkül, és amikor ennek az amerikai sajtónak az oldalait kezdte fürkézni a riporter, akkor rájött, hogy itt katonai befolyásról, katonai lobbikról van szó, amelyek Amerikához kötődnek. És akkor most emlékeztetek arra, hogy a videó elején éppen arról volt szó, hogy Kínában amerikai pénzeken kutatólaboratóriumokat tartanak fenn. Ezek a kutatólaboratóriumok nem a népesség, a polgári lakosság érdekeiért végzi a kutatásokat, hanem katonai célok érdekében, tehát biológiai fegyverek kifejlesztésén dolgoznak Kínában. Egy másik műsorban pedig, André Berkov műsorában egy idős gyógyszerésszel beszélget a riporter, ez a Rádió Süd adásában került elő. 2020. április 20-án hangzik el ez az adás, amikor egy Serge Rader nevű gyógyszerészt interjúolnak meg, aki a koronavírusról elmondja a véleményét. Ő, ez a Serge Rader, mint idős gyógyszerész, nagyon is tisztában van azzal, hogy mi zajlik az egészségügyben, a világban és a gyógyszeriparban. Ő azon háborodott fel, hogy most ennek a koronavírusnak a kapcsán 7 milliárd embert akarnak beoltatni kötelező jelleggel. Miért szörnyű hír ez? Azért, mert az oltásokkal kapcsolatban már nekünk is vannak tapasztalataink. Az oltásokkal sok mindent el lehet érni az emberiség jövőjét tekintve. Nem éppen jó célokat szolgálnak ezek a módszerek. A kötelező oltás az bizony nagyon sok emberben félelmet vált ki, és ebben a járványügyben is ennek a célnak a megvalósítását látják. De hát hogy lehet az, hogy az egész világra kiterjedő félelem éppen az egészségügy kapcsán, éppen egy járvány kapcsán pattan ki? És Serge Rader erre a következőt válaszolja. Mindezek az intézkedések, amelyek az országok kormányai által belettek vezetve, ez a világügyi, tehát az egészségügyi világszervezet parancsára történtek, a WHO parancsára, tehát Franciaország, a francia nyelven ez Organisation Mondiale de la Santé, tehát OMS. Tehát
ez az a szervezet, amelyik előírta, hogy milyen intézkedéseket kell tenni a kormányoknak. Ezek az intézkedések pánikkeltő intézkedések, nem csak Magyarországon, hanem Franciaországban is. Itt a betelefonálók olyan tartalmú véleményeket közvetítettek, amelyek pontosan ezt igazolják. A WHO írta tehát elő ezeket az intézkedéseket, márpedig a WHO Serge Rader szerint egy korrupt szervezet. A szervezője, egyik tagja, Niels Ferguson, már a 2009-es sajnáni hamis járványnál is szerepet játszott, amikor hamis adatokat közöltek, manipulálták a számokat, és például 500 ezer halottat prognosztizáltak Angliába, ami mind hamisnak bizonyult. Most Franciaországban ugyanolyan hamis prognosztizáció zajlik, hamis adatok alapján, mondja Serge Rader. És minden nap ezeket a katasztrofális számokat harsogják, mint valami vészmadarak. Tehát mesterséges pánikot keltenek Franciaországban is. Csak azért, mondja a riporter kérdésére a gyógyszerész, hogy pánikot keltsenek, és az embereket arra kényszerítsék, hogy elfogadják a kötelező védőoltás, a vakcina beoltásának a tényét, amit tulajdonképpen semmi nem indokol. Nem indokolja Franciaországban sem, mint ahogy Magyarországon sem, a kötelező oltás tényét az, hogy meg vannak hamisítva a számadatok. Franciaországban is meg vannak hamisítva, mert ott ugyanúgy, ahogy nálunk, a halálozási arány és a megfertőzöttek száma között ugyanolyan az arány, mint Magyarországon. Tehát ebben az időszakban Franciaországban egy kicsit ugyan magasabb az influenzába elhunytak száma, mint tavaly, mondja a gyógyszerész, de sokkal kevesebb, mint például 2008-ban. Tehát az előző évekhez képest kevesebb az aránya az elhalálozottaknak, mint ahogy Magyarországon is ez a helyzet. De hát akkor mire szolgál az, hogy rá akarják kényszeríteni a világ lakosságát arra, hogy kötelező oltásokba vegyenek részt? Az, mondja Serge Rader, a gyógyszerész, az idős gyógyszerész, mert az egész mögött Bill Gates vállalkozása áll, aki az egészségügyi világszervezetnek, mármint a kiadásainak a 14%-át finanszírozza. Ráadásul a vakcina gyártásban nagy érdekeltségei vannak. Serge Rader áttanulmányozta az egészségügyi világszervezet 34 tagjának az életrajzát is, és a karrierjét, és megállapította, hogy ezek nem hivatásos egészségügyi dolgozók, orvosok, hanem ezek lobbisták a saját országuk kormánya mellett. Tehát nem értenek a dolgokhoz, csak a saját anyagi érdekeiknek megfelelően, hiszen mindegyik kapcsolódik valamelyik
valamelyik egészségügyi vállalkozáshoz, csak a saját anyagi érdekeiknek megfelelően tájékoztatják az egészségügyi dolgokhoz nem értő kormánytagokat. Tehát ezek az emberek nem szavahihetőek, és félrevezetik a kormányok tagjait. A lényeg az, mondja a gyógyszerész, hogy a betegség igenis még súlyos stádiumában is gyógyítható. Franciaországban másféle gyógyszert használnak, mint egyéb országokban. Ott a klorokint egy marseilli orvos nagy eséllyel tudja használni a súlyos eseteknél, csak a súlyos eseteknél, mert más eseteknél nem kell gyógyszer, hiszen nagyobb adagú C-vitamin bevitellel, illetve cink bevitelével szerinte ez az influenza járvány simán gyógyítható. Azt mondja még, hogy az egész pánikkeltés és az egészségügyi világszervezet utasításai csak azt szolgálják, hogy azok a kutató laboratóriumok, amelyek a vakcinákat elő akarják állítani, vagy elő fogják állítani, azokat a vakcinákat, amelyek az influenza vírus elleni oltásoknak az anyaga lesz, azok majd nagy vagyonokat fognak keresni, ha ez a tervük megvalósul. Csak hogy ezek a vírusok mutánsak. Tehát ha egyik hónapban előállítanak egy vakcinát ellene, a másik hónapban már nem ugyanaz a vírus fogja a fertőzést okozni, tehát semmi eredménye nem lesz a vakcina előállításának. Tehát ezek a franciaországi videókban előkerült tények járultak hozzá ahhoz, hogy én is azzal a véleménnyel éljek, illetve azzal a gyanúperrel éljek, hogy mindaz, ami Magyarországon történik, nagyon gyanús, és nagyon kétséges. De hogyha egy bizonyos Krisztinának, az egészségügyben szerepet játszó, és a politikusok mellett szerepet vállaló Krisztinának a legutóbbi, bocsánat, Cecíliának a legutóbbi véleményét számba vesszük, akkor helyére kerülnek a dolgok. Ugyanis ő azt nyilatkozta, hogy mindenben együttműködnek a WHO-val, az egészségügyi világszervezettel. Hát hogyha az előző információkat, tényeket egymás mellé tesszük a korrupt WHO-ról és annak a tagjairól, akkor egyáltalán nem lehetünk biztosak benne, hogy jó irányba megyünk. Talán sikerült egy kicsit hosszasan, de talán hasznosan vázolnom azt, hogy milyen helyzetben van a világ, milyen helyzetben van Európa, és Európában Magyarország. Ki vagyunk szolgáltatva annak a pénzhatalmi elitnek, amelyik kutatólaboratóriumokat működtet a világ minden részén,
amelyik finanszírozza az egészségügyi világszervezetet, és amelyik természetesen finanszírozza a sajtót is. A sajtó hazugságai komoly nehézségeket fognak okozni a jövőben. De engedjék meg, hogy a továbbiakra tekintettel így most egy példát hozzak fel arra, hogy nekünk, egyszerű embereknek, akik a gyakorlattal, a mindennapi élettel közvetlen kapcsolatban vagyunk, hogy kell ezeket a híreket fogadnunk és értékelnünk. És most egy nagyon messzi a múltban, a távoli múltban tapasztalt dolgot szeretnék önökkel megosztani, méghozzá a következő adásokban tervbe vett Bolyai-féle életműnek a sorsáról és sorsából veszem ezt a példát, hogy a sajtó már az ő életükben is hogy befolyásolta a munkájukat, a karrierjüket, a hírüket, és hogy tehet tönkre emberi életeket. Bolyai Farkas, Bolyai Jánosnak az édesapja csoda gyerek volt. Ezt egy idézettel mindjárt be is fogom mutatni. Barátja Gauss, akivel Göttingába ismerkedett meg 1799-től 1796-tól 99-ig folytattak ott mindketten tanulmányokat. Gauss ugyancsak csoda gyereknek számított, de Gauss egész Európában és az egész világon ismerté lett, Bolyai Farkas pedig Marosvásárhelyen szinte ismeretlenül és szegényen halt meg. De sajtóban hogy jelennek meg mindketten? Én a Wikipédiából vettem a példákat, a Wikipédiában pedig a lexikonokból másolták át az életrajzokat. A Bolyai Farkasnak az életéről és a csoda gyerek voltáról ennyit mond a Wikipédia. A nagyanyedi kollégiumban tanult, ahol kitűnt tehetségével. Rövid idő alatt megtanult latinul, görögül, románul, angolul, franciául és olaszul, 9 éves korában bármely témában verset rögtönzött latinul. Most Bolyai Farkas egy matematikai zseni volt, és itt semmi szó, egyetlen szó nincs arról, hogy a matematikában vagy az exakt tudományokban valamivel is kitűnt volna. Hanem erről egyedül az életrajzát író Színási Barna szól. A következőt mondja. Történelmileg és hitelesíthető adatok valóban rendkívüli tehetséggel megáldottnak mondják Bolyai Farkast. Ennek a tehetségnek mások számára is észrevehető jelei 6 éves korában nem csak írni-olvasni tudott, de már elég jól beszélt a latin nyelvet. Ez a tudása hamarosan olyan fokot ért el, hogy bármilyen felvetett témáról latin verseket tudott rögtönözni. Igazolván ezzel költői adottságát is. Jól beszélte a román nyelvet, fokozatosan a németet, franciát, angolt, olaszt, hébert is.
Ez utóbbi túl mértékben, hogy az Új Testamentumot is fordítgatta. Hát itt tegyük hozzá, ő még hitt abban, hogy ezek hiteles iratok. Mi már tudjuk, hogy meghamisított iratokról van szó. Színási Barna következőképpen folytatja. Másik rendkívüli adottsága szinte hihetetlen numerikus számoló képessége. Önéletrajza szerint könnyedén szorzott, osztott 13-14 jegyű számokat fejben, tudott belőlük négyzet és köbgyököt vonni, egy átlagember számára csak nem érthetetlen módon. Képzett volt Bolyai Farkas a zenében is, mind gyakorlatilag, mind elméletileg. Tudott dolog, hogy általában a matematikai tehetség, zenei tehetséggel is, matematikai tehetséghez zenei tehetség is járult. A visszaemlékezések azt mondják, hogy szépen hegedült, zenei tudását jól kamatoztatta a marosvásárhelyi társadalmi életben. A fia ebben is felülmúlta. Tehát a lexikon éppen arra nem tér ki Bolyai Farkas személyében, amire ki kellene térnie, az a rendkívüli matematikai számolóképesség. De Gauss esetében mit tapasztalunk? Gauss is a matematikában lett világhírű. Illetve Gauss a matematikában lett világhírű, Bolyai Farkas nem lehetett világhírű. Gaussról a következőt írja a Wikipédia. A legenda szerint tehetsége már 3 éves korában megmutatkozott, amikor fejben kijavított egy összeadási hibát, amikor apja hibáját kijavította. Egy másik híres történet, amely a szájhagyomány útján átalakult, arról szól, hogy általános iskolai tanára, na most a Wikipédia általános iskolai tanáról beszél, amikor elemi iskolát kellene mondani, hiszen általános iskolának soha nem nevezték az elemi iskolát Németországban. Büttner, a tanára, azt a feladatot adta diákjainak, hogy adják össze a számokat 1-től 100-ig. A fiatal Gauss mindenki megdöbbenésére másodpercek alatt előrukkolt a helyes megoldással. A számsor alá visszafele leírta a számokat, majd az oszlopokat összeadta, így azonos összegeket kapott az összesen 100 darab számpár, ezt megszorozta a kapott összegekkel, majd elosztotta 2-vel, a helyes megoldás 5050. Tehát a matematikai tehetség bemutatására a gyerek Gausszal kapcsolatban hosszasan leírja a lexikon, hogy milyen matematikai feladatot oldott meg. De hát hihető ez? Hihető, mert vannak olyan trükkjei a számolásnak, amit valóban gyerekek is elsajátíthatnak. Na de az a kitétel, hogy másodpercek alatt megoldotta ezt a feladatot a kis Gauss, az hazugság, hiszen neki le kellett írni 100 számpárt. Az másodpercek alatt nem megy. Tehát hamisít a lexikon Gauss előnyére, és hamisít a lexikon Bolyai Farkas hátrányára. Ezt vegyük számításba akkor, amikor kezünkbe vesszük a sajtótermékeket, amikor meghallgatjuk a híreket, és józanul gondoljuk át a dolgokat. Még egy példát hadd említsek. Benesről van szó, a benesi dekrétumok, a hírhet benesi dekrétumok
megalkotójáról, akiről azt írják a lexikonok, hogy jogi doktorátus szerzett. Ez a szegény paraszt gyermek, aki Csehországban született, 12 gyerekes szegény paraszt családban, és mégis egyetemi végzettséget, jogi doktorátus szerzett. Még egyik híres közírunk is így emlegeti őket nagy respektussal. Csak hogy mi van emögött? Emögött egyszerűen az van, hogy ennek a szegény paraszti családnak, amelyik valószínűleg zsidó család, és a patrónusa Masaryk ugyancsak zsidó ember, olyan segítséget kapott a tanulmányaihoz, amit sehol le nem írnak, de kikövetkeztethető. Ez bizony a szabadkőművesek segítsége, mint ahogy Rákosi Mátyás is szabadkőműves pénzekkel végezte az iskoláit. Ennek a segítségével a nem éppen jó tanuló Benes bekerül a prágai egyetemre, aztán onnan Masaryk segítségével átkerül Párizsba, a Sorbonra, ahol a mai napig nem tudjuk, hogy milyen előadásokat hallgatott. Párizsban pedig egy olyan orosz anarchista csoporttal kerül kapcsolatba, akik elárulják neki, hogy hogy szerezhet könnyen diplomát, méghozzá jogi diplomát. Utazol le Dijonba. A dijoni egyetemen lehetőség van arra, hogy két párizsi Sorbonne fél év hallgatása után, tehát nem kellett vizsgáznia, csak éppen beiratkoznia, a dijoni egyetemen bead egy diplomamunkát két fél év hallgatás után, tehát két fél évnyi tanulmány, vagy egyetemre való bejárás után, és ha ezt a diplomát megvédi, akkor már is jogi doktori diplomát kap, amivel hazautazván Prágába igazolják a tanulmányait, és ezentúl bárhol használhatja a jogi doktorátust. Ezt bizony egyetlen egy lexikonba se írják le, csak a nagyon részletes életrajzokban bukkanhatunk rá ilyen titkokra. Kérem, gondolják át mindazt, amit én egy kis munkával igyekeztem önökkel megosztani, hogy tanuljon belőle. Köszönöm a figyelmüket!